néz az ablakon, azt gondolja jó nagyot, épít a mester egy kis házat. Ünnepi műsorral készültek a szakói gyerekek abból az alkalomból, hogy hivatalosan is átvehetik a felújított óvodájukat. A belügyminisztérium az épület tetőszerkezetének megújítására 30 millió, homlokzatának renoválására pedig 37 millió forint támogatást nyújtott. Az önkormányzat pedig további 5 millió forinttal járult hozzá a költségekhez. Láttuk, hogy ez nagyon romos a kinézete. A tetőszerkezet több helyen beázott, tehát már veszélyessé is vált a gyerekek egészségére. Úgyhogy ez igazán jeles nap a mai a mi számunkra, és nagyon örülök neki, hogy 103 kisóvodás gyermekünk van, 4 óvodai csoportban, és 16 intézményi dolgozóval, illetve 4 technikai kisegítővel működik az óvodánk. Bár 1895-ben a Szent Miklósi család kúriájaként épült meg a ház, már generációk óta a település óvodájaként működik az intézmény. A bejárat melletti oszlopok még tükrözik a múltat, de a felújítás során a toronydíszeket is sikerült megőrizni. Így bátran mondhatjuk, hogy az óvoda egy cifrapalota, és ráadásul zöld az ablaka. Mindannyian ismerjük ezt a kedves mondókát óvodás éveinkből. Ezen túlmenően nagyon fontos, hogy megújultak a játékok is az óvodában. Erre a Magyar Falu Program biztosította az 5 millió forintos támogatást. Ez már a 15. óvoda felújítás volt a térségben. Ez mintegy 2,2 milliárd forintba kerül. Ennek jó része a területfejlesztési operatív program jó voltából valósult meg, tehát uniós támogatásból. A másik fele belügyminisztériumi, illetve Magyar Falu programos beruházás volt. Az, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült az adósságokat leküzdeni és fejlődő pályára állítani egy olyan kis települést, mint Szakoly, fontos visszajelzés a kormány számára. Rendkívül örömünket tudjuk kifejezni, hogy Szakoly község is be tudja váltani azokat a kormányzati intézkedéseket, mely valóban a települések fejlődését, fennmaradását szolgálja. A családokért vetett erőfeszítéseknek majd látható jelét nézhetjük itt a hátunk mögött, amikor egy emblematikus épülete a településnek meg tud újulni. Azt hallhattuk ma, hogy nagymúltú, 100 évesnél idősebb épület, és mégis a gyermekek jövőjét, nevelését, fejlődését szolgálja az épület, mely megújításra került. Én azt gondolom, ez azért is fontos, mert sikerült összehangolni a különböző pályázatokból, különböző megvalósítási ötleteket egy helyszínen megvalósítani. Szakoly önkormányzata már beadta a következő pályázatot, amely a belső terek felújítását, korszerűsítését célozta meg az óvodában. Így a gyerekek nagyobb biztonságban, komfortosabb környezetben tölthetik mindennapjaikat.